A gulyással, a kismajak pornográfián találkoztam Debrecenben először, és ott rögtön konfrontálódtunk. Én adtam egy közleményt ki, amelyben azt titulust akasztottam rá, hogy szakértelmetlen Gulyás Gábor, mert egy olyan szobor mellé állt, és egy olyan mű mellé állt, ami szerintem nem jó mű, és csak önmagában provokatív, és ez nem a művészettel egyenlő. Erről hosszasan lehetne beszélni. Aztán kisvártatva a műcsarnokban lett főigazgató, és gyorsan egy kiállítást nyitott ott, ami a bizottságról szól. És azonban olyan szinten elérzékenyültem, hogy egy olyan csapat, mint a bizottság, és mint a Pahornék és a 80-as évek szentendrei csapata még életébe bekerülhet egy önálló kiállítás kapcsán a műcsarnokba, hogy hát ez nekem abszolút nem tipikusan magyar történet, és ezért én vittem neki 30 szál piros kardvirágot, ami nem véletlenül kard, és nem véletlenül kardvirág, és hát nyilvánosan bocsánatot kértem, vagy legalábbis megkövettem.